jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Győztünk. Pontosan miben? Ön mondta. Így bizony. 2006 vagy 2008 óta először megállítottuk mi? A Fideszt. Miben történelmi győzelmet arattak? Ezt ön mondja, vagy a Fidesz mondja? Idézet volt. Értem. Hát nézzen, kezdeményeztek egy rettenetes politikai történelmi játszmát. Ennek két eredménymérője van, hogy érvényese és eredményese. Nem lett érvényes. És az a 3,2 millió szavazó, azok és nagyon, az ő akaratuk? Azok fontosak. Tehát én azt nem mondanám, hogyha egy országban van 3,2 millió ember, aki valahogy gondolkodik, azt a kormánynak nem kell figyelembe vennie, figyelembe kell vennie. De mi a népszavazás? A népszavazás, ha a kormány írja ki, az kérdés a választóktól, hogy akarjátok-e, engeditek-e, hogy ezt megcsinálja. A kormány azt is eldöntötte, hogy akkor tekinti érvényesnek a választ, hogyha a választóknak legalább a fele érvényesen szavaz. Végül a választók nem adtak nekik felhatalmazást. Ezért én úgy gondolom, hogy amit zajlik, az egyik oldalról politikai vereség, másik oldalról, hogy most mégis felhatalmazás nélkül alkotmányoznak, az meg nagy politikai becstelenség. Politikai becstelenség? Nem az lenne a politikai becstelenség, hogyha egy kormány kezdeményez egy népszavazást, amely népszavazáson a feltett kérdésre 3,2 millió választópolgár azonos módon gondolkodik és azonos módon válaszol. És hogyha ezt a 3,2 millió azonos véleményt nem venné figyelembe a kormány, még ha nem is érvényes a népszavazás, nem az lenne a politikai becstelenség? De mint akkor megismétlem, szerintem figyelembe kell venni, amit ők mondanak. Na de azt teszik, alaptörvényt módosítanak, így veszik figyelembe. Igen, ez azt hiszem, hogy több, mint túlterjeszkedés. Felnőttebb vagyok én már annál, hogy azt gondolnám, hogy ilyen típusú kérdésekben nem lehet hivatkozni akár egymillió emberre, amikor nemzeti konzultáció van, akár háromra. Az olcsóbb, az csak az egymilliárdból ki szokott jönni. De itt mégiscsak, mi lehetett a célja a Fidesznek a legelején? Természetesen az, hogy egy érvényes és eredményes népszavazással támogatást szerezzen politikájához. Ő választotta ezt az eszközt. Ne keverjük össze a közvéleménykutatást a népszavazással. Hát ő is látta, a nézők is látták, hogy elképesztő, amit meg nem tettek, hogy elérjék az eredményesség határát. Hát fontos volt nekik, tudjuk. Az, hogy egyébként a fideszes kultúrából az következik, ha bármi is történik, ők győztek, és ezt mondják, ez egy dolog, de ezzel ne foglalkozzunk, az az egyszerű ténnyel foglalkozzunk, hogy ez a kísérlet elbukott. És hogy egyet ugorjak, én önnel beszéltem talán legelőször az előrehozott választásokról, és hitetlenkedett, hogy ez igaz vagy nem. Nézzem, most két lehetősége van a miniszterelnöknek. Vagy korrigál azon a ponton a politikai stratégiáján, hogy láthatólag ez az ügy automatikusan 18-ig nem fogja elvinni. Akkor látunk egy politikai korrekciót. Vagy, és ezt gyorsan meg fogjuk szerintem tudni, ha olyan alkotmánymódosító javaslatot nyújtanak be, ezek szerint ezen a héten, ugye, azt mondta Gulyás Gergely, amit nem tud elfogadni a Jobbik, azaz szándékosan olyan szituációt hoznak létre, hogy leszavazza a parlament az alkotmánymódosítást, ezt pár hét lap ne fogjuk látni, akkor tudatosan készítik elő, hogy ennek következtében pedig, még amíg megvan ez a 3 millió embernek egy része támogatóként, előrehozott választás legyen. Most még inkább azt gondolom, mint pár hónappal ezelőtt, hogy igazak voltak azok a hírek, hogy létezik egy ilyen forgatókönyv. Na de ebben a 3,2-ben benne vannak a Jobbik szavazók is. Hogyne, sőt, egészen biztosan benne vannak egyébként baloldali szavazók is, nyilván nagyon kicsi arányban. Nem tudjuk. Ez a számháború, ez nem vezet sehova. De akkor így egy előrehozott választás, hát eléggé sötétbe ugrálás lenne. Nézd, mit gondolok én erről a dologról, vagy mit gondol a demokratikus koalíció? Addig jó a miniszterelnöknek, amíg nem a kormányzásának a valóságos teljesítményéről beszélünk, oktatásról, egészségügyről. Neki ez a történet, ez a menekült kérdés, mint egy falat kenyér. Ez az ő mostani rezsicsökkentése. Akkor azt akart el a történetet. Ha ezt le kell vennie napirendről, akkor 18-ban azzal a veszéllyel néz szembe, hogy nem csak, hogy nincsen kétharmada,
hanem talán egyszerű többsége sincsen. 2 millió ember tudtunk távol tartani a szavazástól egy átlagos parlamenti szavazáshoz képest. Ott 65% körül a részvétel, itt 40 körüli volt. Ez kellett 2 millió ember. Ha ezt a 2 millió embert egy jobban működő, demokratikus együttműködés meg tudja szervezni, akkor ebből egy nyílt küzdelem tud lenni. Most meg tud kísérletet tenni, hogy visszaszerezze a 2/3-át. Tehát azért lenne, bocsánat, akkor azért lenne értelme most egy előrehozott választást tartani a Orbán Viktornak, vagy kezdeményeznie, mert most még rendezetlen, szervezetlen az ellenzék. Igen. Azt gondolom, hogy ha bennünket kész helyzet elé állítana, 2 hét múlva, ezen a héten megmutatják az alkotmánymódosítást, ki fog derülni megint 2 hét múlva, hogy nem tudja elfogadtatni, azt mondja, hogy akkor nekem mandátum kell, hiszen 3 millió ember akaratát nem engedtétek átvinni a parlamenten, szembe mentek 3 millió ember akaratával, ő nyilván azt mondaná, hogy a nép akarattal, ami persze nem igaz, hát akkor mandátumot kell, hogy kérjek. Akkor kérem szépen 45 nap alatt, ha jól sejtem itt a szabályozást, nagyjából igen, de nagyon korán, január környékén népszavazás van. Addig még ez a rendület, vagy választás van, addig ez a rendület még kitarthat. Én azt hiszem, hogy ez a 2 forgatókönyv van az ő fejükben. Vagy előkészíteni egy más tematizációjú következő másfél évet, de nem tudom, hogy mi tud az lenni, mert ez nem fog kitartani, vagy még ebben a hangulatban nagyon gyorsan új mandátumot kérni. És tudja, miért nem lesz ez? Igen? Mert ön mondta. El tudja képzelni azt, hogy kedves miniszterelnök úr, jól értjük a mai bejelentését? Ön Gyurcsány Ferenc által 2 hónappal ezelőtt felvázolt forgatókönyvet valósítja meg? Ja, nem. Tehát, hogy én ezt így nem tudom elképzelni. Ó, bár Istenem, ekkora befolyásom lenne a magyar valóságra, mint amit maga feltételez, akkor... Jó, de azért politikailag ez ciki, nem? Tehát, hogyha most Orbán Viktornak lenne egy feltételezése, hogy mi fog történni a baloldalon, mi fog történni a DK-val, ön mit fog lépni, és akkor ön meg azt valósítaná meg, eddig tagadta, tehát, hogy korábban azt, hogy szó sincs ilyenről, ez hülyeség, és akkor, na jó, hát akkor mégis azt csinálom, amit egyébként már Viktor megjósolt 2 hónapja. Most tud szerezni egy nagyon legitim érvet arra, hogy miért oszlatja fel a parlamentet. Most tud. Mert nincs meg a alkotmánymódosításhoz. Mert ez az átok parlament nem hagyandó nép akaratot alkotmányba foglalni, nekem kell akkor felhatalmazást. Egyébként megnézze az a párt, vagy annak az elnöke, amelyik a tegnapi népszavazási eredményt győzelemként tudja ünnepelni, annak ez egy fél mondat. Lehet, hogy Gyurcsány jól elemzett, és megy tovább. De az alkotmányos... Bár nevet nem mondanák, azt hiszem. Azt nem tudom. Hát valami csak körbeérne. De hát egy alkotmánymódosításhoz, melynek témája az, hogy nélkülünk nem dönthet az Európai Unió a Magyarország gyűlés nélkül, hogy kikkel akarunk, és idegenek, és betelepülők, és júj. Egy ilyen típusú alkotmánymódosításhoz a Jobbikot nem kell meggyőznie a Fidesznek, hiszen a Jobbiknak már volt, és mennyivel olcsóbb lett volna egy ilyen típusú alkotmánymódosítást korábban elfogadni. Szóval, hogy meg lesz az alkotmánymódosítás, szükséges többségnek. Nézze, akkor nincsen igazam természetesen. Tehát erre mondtam, hogy nézzük meg, hogy szándékosan olyan alkotmánymódosítási javaslatot nyújtanak be, ami valami miatt nem jó a Jobbiknak. Nem tudom megmondani, mert ugye nem ezen gondolkodom. Tehát ehhez ez kellene. Ehhez kifejezetten ez kell, természetesen, és én azt gondolom, hogy a Fidesz politikai hatalmi logikája ezt diktálja, hiszen egyébként, ha egy szimpla népszavazásról lenne szó, és tudták, hogy azt akkor is meg akarják csinálni, egy szimpla alkotmánymódosításról lenne szó, igen, és azt akkor is megcsinálják, ha érvényes, és meg ha nem érvényes a népszavazás, akkor kár volt ezt megcsinálni. Emögött más politikai megfontolások vannak, ez a más politikai megfontolás egy új tábornak a megszervezése, egy új többségnek a visszaszerzése. Uh-huh. És ha csak egy szimpla, ám de nagyon költséges, erőfelmérés volt. Gyerekek, hányan vagyunk? Hány szavazónk van? Igaza van a közvélemény kutatóknak? Hát ezzel egy választáson már csak reálisabb képet kapunk. Igen, de mindig itt van az a kockázat, ami most be is következett, hogy elveszítem ezt. Felmérést, ilyen típusú felmérést, amit ön mond, ekkora kockázatokkal nem szabad játszani. Mégiscsak az a helyzet, hogy egy nagyon sok drámán átment demokratikus ellenzék, 8 év után vitatkozhatok, hogy mekkora a siker. De sikert ért el.
Én öntől egy újabb fórumról érkezem, mert még tartom őket. Kicsit összegezni, hogy mi történt. Látom a saját... Önhöz. Látom a választóinkat. De őszintén szólva, az is igaz, hogy én magam is legalább annyira izgultam személyesen tegnap délelőtt, mint egy korábbi parlamenti választáson. Mi átéltük ennek a súlyát. Pokolian átéltük ennek a súlyát. Nem volt felszabadult a DK elnöksége az eredményváron, iszonyatosan izgult az utolsó percig, és nézte azokat a forgatókönyveket, hogy meg lesz-e vagy sem. És most, ugye a politika az nem csak racionalitás. Kapott ez a tábor valamit, amiben régóta először sikeres volt, és sokat dolgoztak rajta emberek. Én ezt nem adnám az Orbán helyébe, csak azért, hogy felmérjük az erőnket. Azt hiszem, hogy egy bonyolultabb és tisztességtelenebb politikai játszmának a része. Köszönöm szépen, hogy itt volt.